Kedves kollégák, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor Krasznahit Mihály úrtól megkaptam a felkérést, hogy tartsak egy felkészítő órát, alapvetően azt mondta, hogy a hektivizmusból, közösségi médiából, államilag támogatott hacker csoportokból készüljek, és úgy dolgoztam az előadáson, egyre inkább arra az elhatározást jutottam, hogy a kiberfenyegetettségek típusait lenne célszerű ismertetni. Csaba elmondta, hogy a Katonai Műszaki Doktori Iskolában végeztem, ennek ellenére politológusként szereztem a végzettségem, úgyhogy az indokolatlannál gyakrabban fogom használni majd a paradigmaváltás kifejezést, azért előre is elnézést kérek. Előadásokban azt szeretném igazolni, hogy egyrészt a kibertérben több olyan paradigmaváltásnak lettünk tanulni, amik hát merőben új kihívások elé állítják mind a civil szereplőket, mind az állami szereplőket. Illetve az egyes hat területeken belül olyan vékony határvonalak figyelhetőek meg, amiket meglehetősen nehéz megfelelően értelmezni, hogy most miből is beszélünk. Ennek megfelelően a különböző paradigmaváltásokat, illetve a kiberfenyegetettségeknek a jellemzőit fogom ismertetni. Napjainkban a kiberfenyegetettségeknek négy típusát különböztetjük meg. Ezt a fajta kategorizálást Csaba egyik tanulmányából vettem, és vitatkozni is fogok vele olyan szempontból, hogy én más sorrendet tartok alapvetően a fenyegetettségek erősségéből. De lássuk is, hogy mit lesznek a különböző esetek. Ugye, ahogy említettem, paradigmaváltások figyelhetőek. Maga a paradigma, vagy a korszellem, az a gondolkodásnak, vélekedésnek, értékeknek és módszereknek egy adott társadalom, vagy szűkebben egy tudományos közösség minden tagja által elfogadott összességét jelenti. Ugye a paradigmaváltás az emberi történelem során már számtalan történt, ha csak a politikai gondolkodást vesszük alapul, ha a már korábban említett női emancipációt, de napjainkban az infokommunikációs technológiák így mértékű elterjedése úgy gondolom egy újabb paradigmaváltást hozott létre. De mi is ez az új paradigma? Ugye a különböző generációkat X, Y, Z generációként szoktuk megkülönböztetni. Ezek alapvetően egy születéshez kötött generációk, azonban a szakirodalom egyre gyakrabban beszél C generációról. A C generáció alapvetően nem egy életkorhoz köthető generáció, hanem egy szociokulturális csoport. Maga a kifejezés a content creating generation, vagyis tartalom generáló, tartalom létrehozó generációval fakad. Szintén szokták a connection, a create, comment és hasonló kifejezésekkel illetni őket. Azonban, ami meglátások szerint még inkább leírja ezt a fajta új paradigmát, az a Mark Prensky nevéhez köthető digitális bevándorlók és benszülöttek féle felosztás. A kifejezés egy 2001-es tanulmányhoz köthető. Ebben Prensky alapvetően az amerikai oktatási rendszert vizsgálta, hogy miért teljesítnek rosszabbul az akkori diákok, mint az elődök. Viszont ez a fajta megközelítés, amit ő alkalmazott, úgy gondolom, hogy sok egyéb területre is alkalmazható. Az elnevezést nem nehéz kitalálni, ugye vannak a digitális bevándorlók, akik nem az infokommunikációs technológiák világába születtek bele, kénytelenek voltak ezeket megtanulni, ellenben a benszülöttekkel, akik már készségszinten használják ezeket az eszközöket. Számos vita van mai napig arra vonatkozóan, maga Prensky is említi a tanulmányában, hogy az eltérő tapasztalatok, eltérő agyi tevékenységeket, illetve eltérő agyi funkciókat is generálnak.
ez jelenleg nem bizonyított, de tényleg számos vizsgálat vonatkozik, vagy számos vizsgálatot végeztek arra vonatkozóan, hogy átalakulnak nem csak a gondolkodásunk, hanem a fiziológiai következményei is vannak. Ennek az új generációnak az egyik legfontosabb értéke, és amennyiben majd később a hektivizet csoportoknál visszaköszön, az az információ szabad áramlása. Jellemző rájuk, hogy napjaik nagy részét online töltik, érvényesek rájuk a különböző közösségi alapelvek, mint a transzparencia, a hozzáférés, a megoszthatóság, bevonás, kommentelhetőség. Több tanulmány, illetve több vizsgálat készült a témában. Ott az egyik során azt vizsgálták, hogy ezek a fiatalok elvállalnak-e a számukra fölkínált pozíciót beosztott egy munkahelyen, hogyha napközben nem férjenek hozzá mondjuk a Facebookhoz, nem használnák az okos telefont, és meglepő nagy hányadban utasítanák vissza ezt a fajta korlátozást. Ami érdekesség, hogy az okostelefonok használatát, a közösségi oldalakat a Maslow piramis már-már legalján a fiziológiai szükségletek szintjén jelentkezik. No de miért alakult ki, és itt alapvetően a hektivizmusra szeretném kihegyezni, miért alakultak ezek a különböző hektivista mozgalmak? Óriási egyenlőtlenségek figyelhetőek meg a társadalomban. Itt nem csak a javak elosztását kell értenünk, hanem az információ, mind a szabad áramlását, az információhoz való hozzáférést, ez alapján a társadalmi mobilizációban jelentkeznek olyan eltérések, ami hát nem feltétlenül szolgál az adott társadalom javára. Emellett az egyenlőtlenségből fakad, hogy különböző érdekcsoportok óriási dominanciával bírnak a politikai döntéshozók oldalán. Volt egy nagyon érdekes eset 2011-ben a Stop Online Piracy Act törvényjavaslattal kapcsolatban. Ennek a különböző szerzői jogi védelemre szakosodott cégek szerették volna egy nagyon komoly törvényi szabályozás alávetni, és ahogy a különböző civil szervezetek értelmezték, cenzúrázni magának az interneten zajló kommunikációt, forgalmat. Először maga Obama elnök is támogatta ezt a törvényt, de elképesztő nagy tiltakozás hullám került ki belőle. Részletekben az Anonymous hackerei, a különböző közösségi oldalak üzemeltetői, a Facebook, a Google, az Amazon, mind-mind kiálltak a törvény ellen. Olyan mértékű ellenérzést váltott ki, hogy végül először Obama elnök vonta mégis vissza a támogatását, majd kikerült a törvényjavaslat közül. Természetesen ezt követően egy számos új szép rövidítéset kell csak-csak próbálkozunk ennek az elfogadtatásával, de az is napirenden. És hogy mi az érdekesség ebben a törvény visszavonásában? Ugye a későbbiekben majd Latman Tamás fog nemzetközi jogi dolgokról is szót ejteni, de számomra az igazi érték, idézőjelben értéke, jelentősége ebben mutatható ki. A törvény ugye alapvetően az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozott volna. Viszont a tiltakozók egy jelentős része nem amerikai állampolgár volt, mind Magyarországról, emlékszem például a Hollywood hírügynökség, igen is tiltakozást hirdettek ezzel kapcsolatban. A világ különböző tájairól zajlott ez a tiltakozás, és visszavonták ezt a törvénycsomagot. Tehát a belügyekbe való bennem avatkozás, mint a nemzetközi jog alapja, a nemzetek szuverenitása, ami hát azt gondolom igen súlyosan sérült ezzel kapcsolatban. Hoztam egy eset tanulmányt, most eléggé forró téma, Hillary Clinton demokrata elnökjelölt e-mail botránya.
nem is maga az e-mailek kikerülése az érdekes megítélésem szerint itt, hanem múlt héten a Wikileaks felhívta tiltakozva a Facebook figyelmét, hogy ne blokkolják azokat a tartalmakat, amelyek az e-mailek megosztását jelentik. Azért érdekes ez, mert a Facebook nagyon sokak számára majdnem egyenlő az internettel. Törekszik is rá a cég, hogy az internettel legyen egyenlő, ettől még azért szerencsére eléggé távol vagyunk, de felhasználók egy jelentős része mégis így tekint rá. Híreket minden alapvetően a Facebookon keresztül ismerjük meg, és ez elvezet egyfajta nagyon erős szelekcióhoz. Abban az esetben, hogyha valami ingyenes, és ugye a Facebook ingyenes, akkor a termék nem más, mint maga a felhasználó. Rendkívül nagy összegek zajlanak a reklámpiac bevételeinek megszerzését illetően, és ezért a Facebook állandóan kísérletezik az algoritmusának a mi részünkre maximálisan titkos algoritmusának a fejlesztésével. Ennek megfelelően több ezer szempont alapján vizsgál minden egyes felhasználót. Kivel beszélgetünk, milyen gyakorisággal, milyen oldalakra kattintunk, kik kommentelnek minket. Ez alapján megpróbálja az algoritmus kiválasztani azt a fajta tartalmat, ami minket érdekel. Ez elvezet egyrészt oda, hogy nem minden tartalommal szembesülünk, ugye? Több száz ismerőse van általában a felhasználóknak, akkor a káosz alakul ki az üzenőfalon, hogy ha valahogy ezt nem tudják kezelni, akkor inkább nézek valami mást, kimegyek a kertbe gyomlálni, akármit csinálok, de nem a Facebook előtt fogok ülni. Viszont ezzel nem növelik rekordbevételeket. Cserébe, vagy ezt megelőzendő, a robot által feltételezett érdekes tartalmakat kapjuk meg az üzenőfalunkban. Na de mi van akkor, hogyha alapvetően egy politikai beállítódásunk van, elsősorban azokra az oldalakra kattintunk, elsősorban azokkal szembesülünk, a barátainkkal ezekről kommunikálunk. Elég nagy esély van arra, hogy akkor csak ezt a véleményt halljuk mindenhol, csak ezt lássuk az üzenőfalunkon. Kizárva minden egyéb ellenvéleményt. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy ezt szándékosan lehet manipulálni. A elnök választás előtt novemberben jelentette be a Facebook, hogy egy olyan politikai kampány csomagot állít össze, ami ezen az elven szelektálja. Ugye nyilvánvalóan tisztában van a politikai beállítódásunkkal, és ez alapján válogatja ki azokat a híreket, és ezeket tolja elsősorban elénk, amik számunkra meggyőzőek. És van benne egy csavar, hiszen ha hirdetésként látjuk, hát igen, XY valamilyen politikát val, ezt és ezt gondolja, de hogyha az ismerőségtől látjuk azt, Gipsz Jakab osztja meg, sokkal nagyobb bizalommal tekintünk rá. Úgyhogy azzal, hogy kiszűrték és blokkolták vélhetően a Clinton e-mailjeinkhez való hozzáférést, igen komolyan egyrészt a szólásszabadságot, mint olyat korlátozott a Facebook, feltehetően, tehát ez nem bizonyított, illetve egy elég komoly kiállás ez azért az elnökválasztás mellett. És ezek azok az események, elsősorban azok az események, amelyek létrehozták a különböző aktivista mozgalmakat is. A felosztásban ugye a aktivizmus és a kiberterrorizmus együtt szerepel. Ugye fogalmilag már különálló tevékenységekről beszélhetünk, de mégis különböző közös jellemzőket határozhatunk meg. Ugye ezek kisebb, decentralizált csoportok, fő céljuk a média figyelem elérése, illetve jelentős ideológiai szerepre tulajdonítható számukra.
Szerencsére jelenleg nem képesek egy olyan hatékony kibertámadás kivitelezésre, mint mondjuk, ami 2007-ben volt a részt orosz konfliktus, de nem paradigmaváltásokról szólnék, hogyha a későbbiekben ezt nem cáfolnám. A hektivizmus kifejezést először 1996-ban használta a Cult of the Dead Cow hacker csoport egyik tagja. Hogyha definiálni szeretnénk, akkor a hektivizmus számítógépes hálózatokon, általában az interneten speciális eszközökkel folytatott proaktív politikai aktivizmus, legtöbbször a szólásszabadság, az emberi jogok és az információ szabadság egyében. Az első eset, már ami a hektivizmushoz köthető, 1989-re datálható, amikor is egy Venk féreggel fertőztek meg számítógépeket, amelyben a nukleáris gyilkosok ellen tiltakoztak. A hektivizmus alapját Julian Assange-hez köthetjük. Ő fogalmazta meg, ne tegyetek kárt a rendszerekben, amelyről betörtök, ne is omlasszátok össze őket, ne változtassátok meg az azokban várott adatokat, eltekintve a nyomaitok eltüntetésére irányuló napróbátírásoktól, és osszátok meg az információkat. A hektivista csoportoknak elég erős erkölcsi kódexe van, ugye, hogy ez általában a szubkultúrákra jellemző. Ugye ennek a egyik legfontosabb része a személyes adatok maximális védelme. Kicsit számomra ez paradoxon, hiszen ha a személyes adatok maximális védelmében az adatok megszerzése, nyilvánosságra hozása és minél nagyobb terjesztése jön elő, akkor ez egy elég szép ellentmondás. A hatalom, mint olyan megítélésük szerint abszolút megbízhatatlan. A decentralizáltságot kell előtérbe helyezni, illetve a harmadik legfontosabb pont az információ szabadsága. Az eszközök és eljárások alapvetően mind a digitális térben, mind a valós életben a polgári engedetlenség, a tüntetések szervezését jelenti. Fontos a nem publikus információk megszerzése nyilvánossá tétele, személyes adatok maximális védelme. És alapvetően az eszközök a különböző DOSZ-támadások, a rendszerekben való betörés az információk megismerése céljából, illetve honlapok tartalmának átírása. 2013-ban elég nagy vitát váltott ki a hektivizmussal kapcsolatban Aaron Schwartz esete. Ő amellett, hogy az MIT-n kutató volt, a Reddit egyik alapítója, az RSS formátumnak a kidolgozója. Ugye az információ szabadsága, a tudományos kutatás szabadsága volt az, ami az ő ügyét, tragédiáját kiváltotta. Ugyanis ez napjaiban is igen komoly vitákat vált ki ahhoz, hogy miről szól a tudomány. Olyan eredményeket, olyan ismereteket kidolgozni, előállítani, ami előre viszi mind az emberiséget, mint közös olyat, illetve egy adott társadalmat is. Igen ám, de számos tanulmányhoz, számos kutatáshoz igen komoly előfizetői díjak mellett férhetek hozzá a kutatók. Ezt kikerülendő közel 5 millió tudományos cikket töltött le az MIT adatbázisából, és tett nyilvánossá. Ezeknek az értéke kb. 50 ezer dollárt tett ki. A nyomozati eljárás után perenkívül mind a kiadóval, mind az MIT-vel megegyezett, mégis 35 év letöltendő szabadságvesztésre akarták ítélni, illetve 1 millió dolláros kártérítésre kötelezni. A vádalkút annak ellenére, hogy sikerült volna perenkívül megegyezni, az ügyészségen utasította. Rá egy hétre öngyilkos.
És az öngyilkosság volt az, ami elindította azt a fajta vitát, és egyfajta szóháborút generált, ami a hektivizmus megítélés, egyrészt a hektivizmus megítélésére vonatkozott, hogy vajon ez hasznos dolog, ez csak nekünk akarnak jót tenni, vagy bűnözők, terroristák, akik olyan galád tetteket követnek el, amiket. Azt hiszem, ez nem az én tisztem megválaszolni, de talán majd, hogyha a kamera nem forog, akkor erre is visszatérhetünk. Úgyhogy említettem, napjainkban is elég nagy botrány van ezzel kapcsolatban. Egy orosz genetikus, talán most hirtelen nem tudom megmondani, 48 millió tanulmányt töltött föl a SkiHub nevű oldalára, és tett szabadon hozzáférhetővé. Ugye említettem a különböző nem publikus információk szabaddá tételét. Ebből a WikiLeaks egy igen komoly szereplője az eseményeknek. Az új generáció kapcsán említettem, hogy az információ szabadsága az egy sokkal nagyobb érték számukra, nem egy esetben akár a nemzetbiztonsági érdekeket is háttérbe szorítják. Számos kérdőjel van a WikiLeaks létét illetően. Hivatalosan disszidens kínai újságírók kezdték el az oldalt. Kezdetben az ázsiai, illetve afrikai ügyekkel foglalkoztak, de hogy nem, elég hamar az Amerikai Egyesült Államokhoz köthető ügyek kezdtek el dominálni. És itt merül föl az a kérdés, hogy miért. A örök kérdés, hogy kinek áll az érdekében ez az oldal, hiszen nem csak ugye a korábban említett Hillary Clinton e-mailjeit hozták nyilvánosságra. Ugye voltak különböző a brit szélsőjobb, a Ku Klux Klántól kezdve sok mindennel foglalkoztak, de számos olyan afganisztáni, iraki titkos anyagokat is publikáltak az oldalon, ami az Amerikai Egyesült Államoknak elég nagy kárt okoztak. És hogyha megnézzük, hogy az ügyek, amik főleg dominálták az oldalnak a működését, az USA a stratégiai ellenfeleinek hogy nem pont jól jött. Hát azt gondolom, érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon kiállhat, vagy milyen célból működhet az oldal. És itt szeretnék az összeesküvés elméletekről, mint a lélektani műveletek egy igen komoly teretéről is szólni. A különböző állami szolgálatok előszeretettel alkalmaznak ugye lélektani műveleteket, nem csak a szövetségesekkel szemben, nem csak a adott esetben a saját lakossággal szemben, de az ellenfél és főleg az ellenfelekkel szemben. A lélektani műveletek olyan aktív tevékenységek összességét jelent, hogyha nagyon leegyszerűsítem, amellyel úgy szeretnék rávenni az adott célcsoportot, vagy akár államot, szövetséget egy esemény létrehozására, amiben alapvetően a lélektani, a pszichológiai manipulációval jelnek. Hát maga a pszichológiai hadviselés, mint olyan, már az ókorban megjelent, hogy nem szinte ebből is elég sokat alkotott, oly sokat idézett háború művészetében. De azáltal, hogy az Amerikai Egyesült Államokat ilyen kritikák érik, a cselekedeteivel, tevékenységei ilyen nagy hírverést kapnak, az azért azt hiszem megegyezhetünk arról, hogy nem kevés kárt okoz a számára.
A hírekben alapvetően, hogyha a hektivistákról beszélünk, akkor az anonimus szokás említeni, nem ők az egyetlen nagy hektivista csoport, de mégis a legismertebbek. Alapvetően ők egy globális rendszerkritikus mozgalom, az eredetüket 2003 környékén a 4chan fórumhoz kötik. A 4chan, és hát elnézést kérek a kifejezésért, azt hiszem eléggé jogosan szokták az internet segítségüként nevesíteni őket. Aki már olvasott akár a 4chan-en különböző tartalmakat, vagy azokat a hozzájuk köthető híreket, cselekedeteket, amik onnan indultak, azt hiszem nem kell nagyon meggyőzni őket. A Anonymous, ugye maga a 4chan egy olyan fórum volt, ahol innen is arra majd eredül a később Anonymous név, hogyha nem regisztrált az illető, akkor névtelenül tudott bármilyen tartalmat generálni. Ami az internet, tinédzserek, anonimitás, egy elég bizarr közeget hoz létre, és hát tényleg számos botrány köthető azóta. És ebből nőtte ki magát az Anonymous. Az első akciójuk nagyjából 2006-ra tehető a Fabulemű közösségi oldal ellen indították, azonban nem sokkal később egyfajta váltás következett be, amikor is a Szientológiai Egyház került az ő figyelmük középpontjába. Számos, és nagyjából ez, bocsánat, még mennyit visszacsatolva, nagyjából ez volt az az időszak, amikor egyre aktívabb politikai állásfoglalást kezdtek el követni. Ismertebb célpontjai közé tartozik a Sony, a mexikai rockkartelekkel szemben, a hirdettek háborút, a WikiLeaks botrány után a nagyobb pénzügyi szolgáltatók kerültek az ellenség közé, megjelentek az arab tavasz eseményénél, az iszlám államban szemben Izraelről. Erről mindjárt egy picit bővebben fogok szólni. Az Anonymous azért érdekes szerintem, mert sokkal nagyobb, már próbálom szépen fogalmazni, mielőtt az én én is a cél keresztükbe kerülnék. Alapvetően az információ biztonsággal, akik komolyabban foglalkoznak, nem feltétlenül tekintenek rájuk olyan súllyal, mint amilyen a médiában előkerül. Nem véletlenül írtam föl például a Lozzetász esetét, az iszlám államot, ugyanis ugye nem tudom, mennyire ismerős a hallgatóság körében a mexikai drogháború, hát most már 10 éve folyó, nagyon, nagyon brutális mészárlása. Az elmúlt 10 évben több 100 000 áldozatot követelt a különböző kartelek egymással, illetve a védelmi szervekkel történő harca. A Los Zetas alapvetően az Öböl kartel egy segítője volt a tagjai egykori mexikói nemzetbiztonsági szolgálatokhoz, illetve a különleges egységhez köthető tagjai voltak. Ebből adódóan igen komoly konspirációs és a fegyverkezelését illetően nagyon komoly tapasztalattal bírtak. És ebből a kis szárnyból nőttek ki a 2010-es évekre egy önálló kartellé. És hogy nem, az Anonymous nekik is hadat üzent, hogy na mi majd most itt rendet teszünk, nyilvánosságra hozzuk, hogy kik a főbb tagok, milyen kapcsolatot ápolnak a különböző politikai, katonai, rendőri, nemzetbiztonsági szervekkel. Aztán az Los Zetas is ugye minden akció
reakciót követ, vagy ahogy ezt a blogban is ismerjük. Úgyhogy elkezdtek lefejezni bloggereket. De Mexikóban a lefejezés nem csak azt jelenti, hogy oda megyünk, lefejezünk, hanem nagyon komoly, nagyon brutális kínzásoknak vetik általában alá előtte. És miután lefejeztek néhány bloggert, úgy de az Anonymous sem annyira aktivizálta magát a kartelek elleni harccal kapcsolatban. Ugyanez igaz az iszlám államra. A párizsi terrortámadást követően hirtelen felszívták magukat, mostantól elpusztítjuk az iszlám államot. Valóban néhány ezer Twitter oldalt sikerült bejelentsenek, illetve az később a Twitter törölte, de ennél nagyobb szerepe a terrorellenes harcban az Anonymousnak nem volt. És miért mondom, hogy sokkal nagyobb a média szerepe, de hiszen a hat helyküzdő csoportatok, és ez is a fő cége, úgyhogy nem egy nagy probléma ez. Miután kijelentették az iszlám állammal kapcsolatos vagy az elleni fellépést, majdnem naponta lehetett olvasni körülbelül két hétig olyan híreket, hogy már két napja adatüzent az Anonymous az iszlám államnak, lássuk, mi történt. Már egy hete. Jelentelünk semmi. Azért is volt ez kicsit visszás az én megítélésem szerint, olyan ilyen vélemények hangzottak el, hogy jaj, de jó, az iszlám állam fellép, vagy az Anonymous fellép az iszlám állam ellen, és kisegíti az NSZ-t. Gondoltam, hogy vajon milyen képessége van akkor az Anonymousnak, hogyha az NSZ hozzájár tanácsért. A Snowden ügyek, vagy a Snowden iratokból azért az NSZ képességek illetően elég durva, és elég ijesztő ügyeket tudhattunk meg. Mondjuk 2 kilométerről voltak képesek hozzáférni úgy egy számítógépes rendszerhez, hogy nem kapcsolódott a hálózathoz. Na, hogyha ezt mégis képesek volt, mégis megvan ez a képesség az NSZ-nek, akkor milyen segítségre is szorul az Anonymous-tól? És akkor már még egy pont, hogy miért nagy az Anonymous média monitírése. Ugye mind a pénzügyi szolgáltatók ellen, de akár Izraelt is említhetném, számtalanszor hirdette be nagy mellényel, elpusztítjuk a pénzügyi szolgáltatókat, Izrael államot a palesztinekkel kapcsolatos politikája miatt térdre kényszerítjük. Nem tudom, valaki ezekről értesült-e, hogy megvalósult, bekövetkeztek, én eddig nem hallottam róla. A kiberterrorizmus. Ugye, ahogy említettem, sok közös figyelhető meg a kiberterroristák, illetve a hektivisták között, de mégis mást jelent. A fogalom, amit fölírtam, az a 2000-es évek közepéről származik, az FBI definíciója. Ez alapján a kiberterrorizmus olyan bűncselekmény, amelyeket számítógépekkel és telekommunikációs eszközökkel úgy hajtanak végre, hogy azok rombolják és vagy megzavarják a szolgáltatások működését, zavart és bizonytalanságot keltve ezzel a lakosságban. Ezen akció célja a kormányzat, vagy a lakosság erőszakos befolyásolása, a szervezet egyéni politikai, társadalmi vagy ideológiai céljai érdekében. Ugye, ahogy említettem, a 2000-es évek közepén. És egy korábbi diámban azt írtam föl, hogy szerencsére nem képesek komolyabb kiber támadás elkövetésére, de. És itt szeretnék egy másik paradigmaváltást bemutatni, nevezetesen milyen területeken használhatják a kiberteret a terroristák. Az itt felsoroltak mindegyike, ugye, hogy Csaba említette, a közösségi média a fő kutatásom. Ebből a következően az itt szereplők mindegyike a közösségi médián is végrehajtható. A
az információgyűjtés, propaganda, kiber, életleni műveletek nem feltétlenül kiber, vagy nem feltétlenül kiberterror, tehát a kiberterrorizmus nem olyan oldalai, ami mondjuk egy kritikus infrastruktúrát támadnak, de ezeket az eszközöket rendszeresen használják, használhatják a terroristák. Hogy mitől is van szó? Ugye az első az információgyűjtés. Ha bármilyen terrorcselekményt nem mi, de valaki szeretne elkövetni, akkor nyílt forrású információgyűjtést használva elképesztően sok információhoz juthat. Ha csak a Google egyes szolgáltatásait vesztük figyelembe, ha az interneten fellelhető különböző adatbázisokat, akkor bizony igen, igen sok mindenben segítheti a terroristákat. Ehhez kapcsolódik a social engineering, ami nem igazán létezik szerintem jó magyar kifejezés a fogalmat illetően. Hát, olvastam már elég érdekeseket, főleg az Indexen a társadalmi mérnökösködés, szociális tervezés és hasonló kapcsolatában, de a social engineering alapvetően a pszichológiai manipulációnak egy olyan válfaja, amely során úgy próbálunk meg valamilyen védett rendszerhez hozzáférni, hogy a leggyengébb elemet, az embert támadjuk idézőjelben. Ez a támadás a kiválasztott célszemély zsarolásával, megtévesztésével valósul meg. Erre egy rövid példát engedjenek meg. Mindig kérdik tőlem, hogy én nem vagyok egy olyan személy, aki érdekes lehet akár a terroristáknak, akár a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, miért kellene ezzel foglalkoznom? Azért, mert hogyha egy rendszer nagyon védett, akkor mindig egy szinttel lejjebb lépnek a támadók. Tegyük föl, hogy egy olyan cégnél dolgozunk, akár takarítóként, takarítónőként, menzásnéniként, akár mikén, ahol igen komoly informatikai védelem szolgálja ki a céget. Igen nem, de ki tudja azt, hogy reggel még a takarító néni összesöpli az irodánkban a szemetet, kiürítja a kukát, milyen pendrive-ot dugva a gépünkbe, és enged úgy hozzáférést a rendszerhez, hogy nekünk arról bőzünk sincs. Tehát itt mindenki célpont lehet. De social engineering-el hogyan is férhetünk hozzá? Hogyha egy okos telefont veszünk kiinduló pontnak, csak a legnépszerűbb szolgáltatásokat figyelembe véve, a Facebook, a YouTube, akármelyik, ami sokszor alapbeállításként szerepel a telefonokon, a használatukért cserébe számtalan olyan adathoz fér hozzá, amit mi engedélyezünk. Csak a Facebookot, Google-t megvizsgálva, ugye geolokációs helymeghatározás, kapcsolati hálónk, az üzeneteink tartalma, itt nem csak az e-mailek, SMS-ek, hanem a minden egyes beszélgetésünk értendő, kikkel beszélünk telefonon, mennyi ideig, tehát gyakorlatilag minden, ami a telefonunkon rajta van, mert a SD kártyához, memóriához, kamerához, mindenhez. Tegyük föl, hogy az a célszemély egy csalfa egyén, aki férjének, feleségének megírja telefonon, hogy jaj drágám, kicsit később érek haza, mert túlóráznom kell, lesz valami nagy rendezvény, és ki kell még úgy takarítsuk, hogy minden kucba álljon. Ezzel szemben a szeretnével megbeszél, hogy ekkor és ekkor itt és itt találkozunk. Ugye, üzenetek tartalma, geolokációs helyek határozás. Hogyha valaki ezekhez az információkhoz hozzáfér, már pedig nem egy rocket science, ahogy Szabó András nagyon szokta mondani, ott van az a zsarolási potenciál, amivel rávehetjük az egyént, hogy már pedig segítse a mi céljaink megvalósítását. Úgyhogy a social engineering tulajdonképpen egy rendkívül
rendkívül komoly veszélyforrás. Kapcsolattartás szempontjából is fontos terület. Ugye a különböző terrorcselekményeket, ugye állítólag a párizsi terrortámadást is, az elsőjének arról szóltak, hogy az Xbox és különböző titkosított csatornákon valósult meg. De különböző nemzetbiztonsági szolgálatok akár YouTube kommenteknek átszázva is tartják az ügynökökkel a kapcsolatot, mint ez pár éve kiderült. De mondom, számos olyan lehetőség van, amit kihasználhatnak. Propaganda. Ugye minden szervezeti létnek az alapja a propaganda, hiszen ezzel képviseljük, ezzel bizonyítjuk azokat a célokat, amiért mi harcolunk. Az új tagok toborzását ezeken az eszközökön végezhetjük, a támogatókat szerezhetünk, ugye a lélektani műveletekről már szóltunk, és ha belegondolunk, hogy felsoroltak mindegyike az iszlám államra jellemző, akkor azt gondolom, hogy nem vagyunk olyan messze attól, hogy olyan messze attól, hogy a kiberterrorizmust igen komoly fenyegetésként értelmezzük. És itt fogok vitatkozni Csabával. Ugye az eredeti felsorolásban a kiberbűnözést vette előre. Én azt gondolom, hogy a hektivizmusnál a kiberbűnözés sokkal súlyosabb fenyegetés. Ugye a kiberbűnözők célja internetes eszközök felhasználásával bizonyos haszonszerzés. Az Europolnak az Európa minden évben közbead egy jelentést az internetes szervezett bűnözők által fenyegetettségről. Ebben a jelentésben különböző területeket sorol föl, mint például ugye a különböző malverekkel kapcsolatos haszonszerzés, még alapvetően a kriptókerhez és hasonló kártevőkhöz hasonló programokkal sorolja. Ugye kriptolokkerből egy olyan procedurálati program, ami titkosítja a számítógépen levő fájlokat és cserébe, hogy ez feloldja a pénzkért. Persze, hogy kifizetünk, akkor sem túl valószínű, hogy visszaállítják az eredeti adatokat. Ami szerintem veszélyesebbé teszi, az a gyermekekkel kapcsolatos szexuális kizsákmányolás. Nem csak a pedofil hálózatokra kell ezt érteni, ahol egymás közt cserélik a különböző pedofil tartalmakat, de például nagyon komoly üzlet van olyan livestream szolgáltatásokra, amiben mondjuk tájföldön, akárhol gyerekeket készítenek bizonyos élőben végigkövethető szexuális aktusra. Ugye fizetőeszközökkel kapcsolatos csalásokat említi a jelentés. Ugye a korábban említett social engineering-et, az adatok megszerzésére, hálózatok támadására, ami azért sajnos megvannak, mint a későbbiekben kiderül, azok az eszközök, amik ezt lehetővé teszik. Különböző pénzügyi tevékenységek végzésére, ami bűnözők és bűnözők közötti pénzügyi tranzakciókra vonatkozik, az online kommunikáció, ugye a kapcsolattartással kapcsolatos dolgok, ugye külön említett átmenetel, felhő a Big Data-val, illetve a dolgok internetével kapcsolatos lehetőségeket. Most az idő elszaladása miatt kicsit bele kell gyorsítsak, de szeretnék egy eset tanulmányt röviden ismertetni. A jelentésben a bűnözés mint szolgáltatás elég sokszor szerepel, ami azt jelenti, olyan képességgel rendelkeznek különböző szervezett bűnözői csoportok, amit magát egy hálózatba való betörést, egy kibertámadáshoz kapcsolatos eszközöket árulnak, hozzá helpdesket üzemeltetnek, mint egy, hát mint az olyan ismert legitim vállalkozások, amik mondjuk nemzetbiztonsági szolgálatoknak kínálnak különböző adatcsomagokat.
Az eset tanulmánya egy 2013-as ügy, az antwerpeni kikötőben fedeztek föl egy elég komoly bűncselekményt. Az antwerpeni kikötő globálisan a 15. legnagyobb kikötő, európai szinten a harmadik. 2011-ben kezdték el a bűnözők a tevékenységüket, betörtek a kikötő logisztikai rendszerében, ott hozzáfértek az adott konténerek tartalmához, illetve megszerezték az azonosítót, ami a konténerekhez tartozott. Hogyhogy nem a török talp nélküli zoknikat kezdték el eltéríteni, hanem a valóban értékes tartalmokat. Ugye tudták, hogy melyik konténert kell eltéríteni, ezt oda irányították egy olyan pontra, ahol őt tudták átvenni, azonosítót megszerezték, tehát gond nélkül fértek hozzá. Aztán rájöttek, hogy ha ez ilyen jól működik, akkor esetleg elkezdhetnénk csempészni kábítószert, fegyvereket, mert az még jobb üzlet. 2013-ban, amikor lecsaptak rájuk, 12 főt vettek őrizetbe, fegyvereket, kábítószert, ott találtak nálunk, 1,3 millió euró készpénzt foglaltak le, illetve különböző kiberbűnözéshez használható eszközöket. Nem tudom, valaki látta-e a én megítélésem szerint minden idők legjobb sorozata, a Wire, vagy itthon Drót, kollega Bólogat, Drót című sorozatot. Ennek a második évada pont a Baltimore-i kikötő biztonságával kapcsolatban volt az egyik fő sarokpont. Ebben ugye hogy segítették be a rakodó munkások azokat a konténereket, nem tudták, hogy mi van benne, de kábítószertől, embercsempészeten keresztül sok minden zajlott ezekben. Amiért még egy szempontból érdekes ez, új trendként figyelhető meg, és ez különösen a párizsi, illetve most főképp a brüsszeli terrortámadás esetén volt megfigyelhető, azok a dzsihadisták, akik másod-harmad generációs bevándorlók, ugye nem egy esetben az ő szerepű, tehát fiatal, már elég fiatalon belecsöppentek különböző szervezetbűnözői és egyéb körökbe. Aztán bekövetkezett egy váltás, ami alapján radikalizálódtak, egyre inkább az iszlám hitet kezdték el követni. Bár eltávolodtak magától a bűnözéstől, de ez a kapcsolatrendszer megmaradt. És az a trend kezdett kibontakozni, hogy nem becsempészik a terrortámadáshoz szükséges eszközöket, mondjuk gépfegyvereket, robbanószereket, hanem ezt a kapcsolati tőkét kihasználva a szervezetbűnözőktől szerzik be. És hogy az államilag támogatott hacker csoportokról is legyen szó, a 2008-as orosz-grúz háború egyben egy konvencionális hadviselést, egy kiberhadviselést is támogatta, amiben egy orosz szervezet bűnözői kör, a Russian Business Network is kivette a részét. Most ők alapvetően egy spam küldő hálózat, de ettől függetlenül azért elég sok egyéb BTK-ban nevesített cselekményből is kiveszik a részüket, az identitáslopástól kezdve a gyermekek szexuális kizsákmányolásán át. És mivel nagyon elszaladt az idő, akkor már csak kiberkémkedésről szólni picit hosszabban is. A negyedik témát, a kiberhadviselést már csak felvázolnám. Ugye a kiberkémkedés államok, nagyvállalatok, akár civilek cselekménye. Na de ami itt érdekes, és azért is írtam föl, hogy ez mi a kémkedés? Ki a kém? Hogyha nagyon leegyszerűsítenénk a kérdést, kicsit hasonló, mint az alkoholizmus, hogy alkoholista az a fénytiszik, mit mi csak nem szeretjük. Na most ugyanez analóg a kémkedésre is, hiszen a kémkedés az ellenfél hírszerzője. A mi hírszerzők nem kém, ő hírszerző, de a kémeket nem szeretjük. Azért érdekes ez, mert számos olyan későbbi
területen fog ez jelentkezni, mint például az amerikai nemzetbiztonsági szolgálatok gyakorlata. Röviden a hírszerzésnek különböző ágairól beszélhetünk, ez az Intek nagy boldog családja, úgy fölírtam az IR-ra. Ugye a hírszerzés talán a, hát elég gyakran a második legősibb szakmának szokták nevezni, és erkölcsi szempontból összemosva az elsővel. Ugye ez az emberi erővel folytatott hírszerzés a Unit. Ahogy fejlődött a technológia, egyre több hírszerző eljárás jött létre. Ennek egy szép példája a SIGINT, vagyis a rádióelektronikai felderítés, ami már a második világháború során, a Rusa egyezmény során megtüntetett. Ugye SIGINT volt gyakorlatilag az Echelonnal kapcsolatos tevékenység, vagy a, mind a szovjet, mind a német rádió elektronikai felderítés. Aztán ez az egyezmény tovább élt, ha ízlenet beindult címszóval, a második világháború után is, az UKUSO egyezmény során. Ugye alapvetően ez az amerikai, illetve az angol hírszerzők között működött. Ezt kibővítették az angol szász birodalom országaiban, a hírszerző közösségeiben, bevették Ausztráliát, Kanadát, Új-Zélandot, és ez vezetett egy mai napig tartó szép baráti együttműködéshez, aminek egy nagyon nagy fegyverténye volt az Echelon rendszer. Ugye az Echelon az 1988-ban pattant ki, hogy van egy globális megfigyelő rendszer, ami gyakorlatilag a bármilyen, akár telefonon, akármilyen rádióelektronikai eszközön forgalmazott információt, vagy 90%-át képes megfigyelni. És különböző adatbázis alapján riasztani, hogyha mondjuk túl sokat használják a bombát egy szövegkörnyezetben, vagy olyan akcentussal beszélnek, akkor ez jelzett. Amiért ezt megemlítettem, azt szeretném ezzel mutatni, hogy maga a Snowden ügy, ami 2013-ban pattant ki, ez nem egy nagy újdonság. Legalábbis a hírszerző szolgálatok oldaláról. Hiszen új eszközök jöttek, új eszközöket kezdtek el használni az egyének, és értelemszerűen ehhez a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazottak. Ami az ügy érdekessége, hogy egy olyan tömeges megfigyelést alkalmazott, ami bár az amerikai jogszabályok szerint bírói felhatalmazás nélkül amerikai állampolgárokkal szemben nem végezhető. Azonban, mint kiderült, elég sokszor szedték meg ezt a igen komoly jogi szabályozást, tehát az Amerikai Egyesült Államok kicsit másként szokott értelmezni, mint törvényi keletebbre. De mégis a saját alkotmányukat, saját törvényeket tiporták, azt hiszem, két lábbal. És kérdés az, hogy ez manapság mennyire változott. Ugye Párizsról, Brüsszelről már beszéltem, ezt újból nem hoznám föl. Ami az érdekes most a jogi szabályozással kapcsolatban, az a San Bernardino-i eset, ugye röviden az Apple-t kérte az FBI, hogy a tavaly elkövetett terrortámadás egyik elkövetőjének a rendszerhez hozzáférjenek. De ismerve a korábbi képességeket, azért ez nem lenne egy nagy dolog az FBI-nak, azonban ez az egész eset nem másról szólt, mint hogy bíróság előtt egy precedenst teremtsenek ahhoz, hogy ezekhez a rendszerekhez mint egy csetintéssel hozzáférjenek. Végezetül pedig ugye a kiberhadviselete, a mai nap során erről azért úgy hallottam bőven lesz szó. Ugye a cél az informatikai eszközökkel, másik fél informatikai eszközökkel egy támadásra. Ugye két rendszeresen visszatérő esetet szoktak ezzel kapcsolatban megemlíteni, a 2007-es
orosz és kiberháborúk, a 2008-as orosz-krúz háború, illetve hogy mitől is akkora fenyegetés a kiberhadviselés. Feltételezem, azért volt már szó a Digitális Mohács című klasszikusról, ami egy elképzelt forgatókönyv Magyarország vetítve, mennyire lenne nehéz Magyarországot egy ilyen kibertámadás során térdre rogyasztani. Hát, hogyha még nem volt szó róla, spoilerként annyit elárulok, hogy nyugtalan éjszakáink vannak szerintem többünknek a teremben erre vonatkozóan. Ezzel pedig megköszönöm a figyelmet, és amennyiben bármilyen kérdés van, állok rendelkezésre.